Üdvözlöm a hallgatóinkat a 0.hu podcast adásában, László Judit vagyok. Mai adásunkban a Széchenyi Velencei Ádám Rally versenyző lesz a vendégem, aki navigátorával Vánsza Zsolttal az idei Honda országos rally bajnokságban a harmadik helyen zártak. A versenyzőt az idei bajnokság mellett a jövőbeni terveiről is kérdezzük. Kedves Ádám, üdvözöllek, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Üdvözlöm. Hogyan értékelnéd az idei évi teljesítményeteket, hiszen most már 2019 és 2022 után idén is a harmadik helyen, tehát a dobogón tudtatok zárni a bajnokságban? Igen, nagyon felemás évünk volt. Voltak jó részeredmények, voltak egy autóváltásunk évközben. Azt mondhatom, hogy volt már jobb évünk is, de tényleg így évvégén próbáltok arra törekedni, hogy felálljunk a dobogóra, ez sikerült. Már beszéljük itt évvégén, hogy mit kellene másképp csinálni, hogy kellene, miben. Én is hibáztam egyszer, technikai gondunk is sok volt. Talán azt mondhatom, hogy annyi technikai gondunk volt, mint két év alatt sem. Úgyhogy azért ez így rányomta egész évben a bélyeget a versenyzésünkre. Mondjuk, amikor korábban beszéltünk, ugye akkor még is legalább itt az év elején, ugye nektek is az volt a cél, hogy megnyerjétek a bajnokságot. Így visszagondolva, hogy ennyi nehézségetek volt, azért elégedett vagy azzal, hogy végül a dobogón zártatok? Abból szempontból mindenféleképp, hogy a 6 versenyből állt a magyar bajnokság, ugye azt kell tudni akkor, hogy nem lehetett minuszolni, és ha már egy verseny nem úgy sikerült, akkor nagyon nehéz felállni végén az első helyre. Azt mondhatom, hogy az első Fehérvárra bennünk jól sikerült, hiszen harmadikak lettünk, utána Salgó Rallin, ott a technikai gond véget visszacsúsztunk, nagyon azt hiszem 8. vagy 9. voltunk. Ott egy kicsit éreztem már, hogy elment ugye a bajnokság, de nem adtuk fel, hanem mentünk tovább. Jött utána egy autóváltásunk, a legújabb Skodával versenyeztünk, én azt mondom, hogy jót tett ez a váltás, így meg a csapat is egy cseh csapat, nagyon korrekt volt, meg nagyon jól tudtunk együttműködni, a meccsek rajtól kezdve velük csináltuk végig az évet. A meccsekről az első nap után vezettünk is, tehát egyből az új autóval, utána sajnos vétettem egy hibát, lecsúsztunk az árokba, és nem tudtunk kijönni. Itt volt az a pont talán, hogy úgy a bajnoki remények elszálltak. Tehát összességében úgy gondolod, hogy az évközbeni csapatváltás az pozitívan hatott a teljesítményetekre? Igen, mindenféleképp, csak minden csapatváltás jön, hogy azért meg kell ismerni az új autó csapattagokat, hogy tudunk együtt dolgozni a mérnökkel. De tényleg egyből jött is az eredmény a meccsekre, hogy bátran tudtunk menni, tényleg tudtunk. Szinte minden gyorsat megnyertünk, amíg mentünk. Ott ez tényleg elment az első évi jót, harcot már csak az lehetett a célunk a továbbiakban, hogy a dobogós helyek valamelyikért harcoljunk. Tehát összességében azért elmondható, hogy nem ez volt talán a legkönnyebb szezonotok, de számotokra leginkább mégis mi volt az, ami megnehezítette mondjuk az idei bajnokságot? Igen, általában ugye visszatekintünk az években, hogy van egy rossz év, utána mindig jön egy jó, én ebbe bízok, hogy a jövő év az sokkal könnyebb lesz. Én főleg ez volt ugye nehéz, hogy nem jól sikerült a két verseny az eddigi csapatunkkal, nem úgy történt egy-két dolog, ahogy terveztük, volt, ugye voltak ezek a technikai problémák, ezzel meg kellett küzdeni. Onnan meg tényleg ez a csapatváltás. Tehát így minden összeadódott, nem ment olyan simán gördülékenyen minden, ilyen kis apró dolgok mindig voltak, egy defekt, mindig valami pici hátráltozott tényleg, amikor én hibáztam. Valamiért ennek így volt ez az év, hogy nem klappolt teljes mértékben, de így az egyik szemünk sír a másik nevet, azt mondhatom, hiszen ez a harmadik hely ebbe a mezőnybe szerintem nagyon jó, tényleg sokan örülnek, mi is örülünk neki, hogy évvégén harmadikak voltunk. Én bízok a jövőben, hogy
hogy ettől csak jobb lehet. Mi volt a legemlékezetesebb pillanat számotokra az idei bajnokságban? Hát talán az, amikor ugye az új autóval a Mecsekvári napját mi zártuk az első helyen, az adott egy olyan önbizalmat, hogy a sok előtte való salgóra, ugye a kudarc véget adott egy kis önbizalmat, tehát tényleg azt gondoltuk, hogy ez a Mecsekvári meg lehet. De ugye így utólag már nem így alakult, de az a jó, hogy tényleg azt gondoljuk, hogy ahogy sikerült, akkor bármikor sikerülhet, akár versenyt meg gyorsokat nyerni. Milyen terveitek vannak a jövőre nézve? Így, hogy mondjuk már háromszor voltatok harmadikok évvégén, gondolom, szeretnétek sokkal előrébb lépni majd. Igen, ez lenne a cél. Alapesetben ugye az is nehéz, hogy el tudj indulni, azért nagyon összetett sport ez, ugye nem csak rajtunk múlik. Főként az, hogy összeállna úgy a háttér, hogy egy ilyen komoly autóval, csapattal tudjunk versenyezni. Itt a év kezdetéig a legfőbb dolog ez lesz. Én azt gondolom ezt, hogyha összeáll egy stabil háttér, onnantól kezdve rajtunk múlik, hogy hol tudunk végezni. Ugye itt az utolsó futam, tulajdonképpen a szezonzáró futam, az egy Európa-bajnoki futam is volt, és ti esetleg nem terveztek-e mondjuk a jövőben, vagy nem szeretnétek-e mondjuk abban a mezőnyben is mondjuk esetleg több futamon indulni, vagy majd a magyar bajnokságot követően esetleg abban a mezőnyben is megmérettetni magatokat? Nyilván szeretnénk, de ugye nyilván ez mind anyagiak kérdése. Én azt látom, hogy nagyon nehéz így a magyar bajnokságon is elindulni egy ilyen komoly autóval. Én azt mondom, hogy elsődlegesen az a célunk, hogy itt minél jobban szerepeljünk. Ha esetleg úgy alakul a büdzsé, hogy tudunk menni egy-két EB-futamot, én azt mondom, hogy az évnek a második felébe inkább, akkor természetesen mennénk, de még ezt nem látom, addig 100%-osan a magyar bajnokságra koncentrálunk. A következő évben mi az az eredmény, amivel elégedett lennél majd a bajnokságban? Hát nyilván mindig az ember előre akar törni, ugye voltunk már harmadikok háromszor. Én abba bízok, hogy legalább egy, de inkább két helyen előrébb tudjuk végezni. Ezért dolgozunk már így a Nyíregyháza rallyóta a következő évre nagy erőbedobással. Kedves Ádám, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és kívánom neked, hogy a jövő évi bajnokságban akkor a harmadik helytől sokkal-sokkal feljebb tudjatok majd végezni. Köszönöm én is, sziasztok!